Hurley a nyári orgonának egy közel 10 éves példányát látjuk itt most. Ugye ez tél végén, koratavasszal radikálisan vissza volt metszve, és hát látjuk, hogy micsoda fantasztikus új idei hajtásokkal örvendeztette meg itt a kerttulajdonosokat. Ez a gyönyörű, szép, kékes, lilás, virágú, virágzatú nyári orgon, ez a Budleia. És hát látjuk, hogy igazából ilyenkor az ápolási munkák lényegében csak annyiak, hogyha ha valahol, valamiért esetleg egy-két sárguló vagy elszáradt levél van, azokat így nagyon szépen le tudjuk csipegetni a növényről. Egyébként pedig egy teljesen egészséges növényt látunk itt most. Hát igazából azt mondják, hogy ez egy szárazságtűrő növény, de valójában azért a virágzás alatt, illetve a növekedés során érdemes locsolni, öntözni, hiszen ez rendkívül meghála, és hát látszik azt, hogy ezek a finom kis illatos virágok, hát ugye ezzel köszöni meg általában a nyári orgona ugye a gondoskodást, és hát látjuk azt, hogy itt igazából ilyen több négyzetméteres foltokban lóg ki, illetve lóg rá itt erre a kis bekötő útra, amely ehhez a kerti pihenőhöz vezet. Tehát igazából, aki egy ilyen nagyon lágyesésű, így romantikusan az utakra, a házfal oldalára kitüremkedő növényt szeretne ültetni, annak hát bátran ajánlom a nyári orgonát, számtalan színben kapható, és hát egy ilyen nagyon kedves, lágy, romantikus részt tud vele varázsolni a kertjében.